sziasztok! Újra a Fitfoinból jelentkezünk. Túl vagyunk két nagyon egyszerű blokkon. Javaslom, hogy kezdők is nyugodtan nézzék meg, vagy idősebbek, és próbálják megcsinálni. Most ezzel a cuki 5 dekás kis labdával fogunk dolgozni. Ez egy nagyon édes, nagyon könnyű, nagyon gömbölyű kis segédeszköz. Nagyon nagy fájdalmat tud okozni egyébként. Én nagyon szeretem, rugalmas ellenállás. Az ízületeknek kifejezetten jó, és azt az ízületet, azt az izmot tudod dolgoztatni, amelyiket szeretnéd. Mi most popsira fogunk gyúrni, farizom minden irányból, oldalról, hátulról. Szerintem ezt mindenki szeretni fogja. El is kezdjük, jó? Nem szaporítom tovább a szót. Leereszkedünk négy kézláb pozícióba, és a bal téthajlatunkba, vagy a jobba, teljesen mindegy, beszorítod a labdát. Az a pikantériája, hogy szorítani kell, mert különben elgurul. Jó? És leereszkedünk, és csak tologatjuk fel. Föl. Föl. Ugye a lábfejed visszafeszíted. Azáltal, hogy szorítod a labdát, nem csak a popsit dolgozik, hanem a combhajlító izom is. Hátul a combodon. És az is olyan szép, amikor olyan gusztusosan kirajzolódik. Na miért? Föl. Föl. Mondanom se kell, ugye, hogy ezekből 32 ismétlés. Azaz. Na még 8-at. Feljövünk, és oldalra emel. Lehet, hogy megcsinálod a sorozatodat, azért ez nem olyan kellemes ám, mint ahogy kinéz. Azaz. Nagyon jó. Emeled. Próbálj meg nem kidőlni oldalra, jó? Emeled. Emel. Amíg 8-at. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Azért fordultam szembe, mert mind a két lábbal fogunk dolgozni. Figyelj csak! Egy emelés, egy nyújtás. Jaj, de jó, egy emelés, egy nyújtás. Emel, nyújt, emel, nyújt, emel, nyújt, emel, nyújt, emel, nyújt. Ez nem csak a popsidnak a hátsó, nagyon gömbölyű részét dolgoztatja, hanem az oldalsó felét is. Emel, az, emel, nagyon jó. Lejövünk alkartámaszba, és piciket préselünk a labdára fönn. Piciket préselünk fönn. Feljebb a combokat, lányok, azaz, és ott nyomogatjuk. Jó? Nagyon fincsi, nyomogatjuk. Azaz. Azaz. Már megint mi folyik ott a kamera mögött? Atya is ne, ti ezt látnátok, de remélem, hogy látni fogjátok. Na, nekem a combhajlító már szereti ezt a gyakorlatot. Présbe megtartod, és piciket tolsz föl. 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 Ugye présbe tartjátok, lányok? Préselbe, diád. Tartsd meg présbe, igen. Ugye ez eléggé összetett. Présel a labda, és innét tolsz piciket. Ugye, hogy nem is olyan jó? Főleg, hogyha sok ismétlést csinálsz belőle. És mondjuk előtte már elfárasztottad a popsidat. Nagyon jó. Föl, 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 föl,
föl. Jó, megcseréljük. Tetszik nekik, megsugom nektek. Oda vannak érte. Jó, lejövünk négy kézláb. És tolod. Föl. Ugye mire kell figyelned? Nem homorítasz, medence itt is középhelyzetben. És lapos itt a has, jó? Fejtetővel nyújtózol, könyök a váll alatt. Vállak leengedve, jó? Elég komplex, hogyha mindenre figyelsz. Föl. És nem dőlsz ki oldalra. Föl. Na még? Lassan elmegy a hangom. Ne nyújtásnál már csak mutogatni fogok. Föl. Följövünk és oldalra emelünk. Oldalra. Oldalra emeled. Azaz. Oldalra. Emel. Most jön, tudjátok, a másik láb oldalra rúg. Emel. Na, még egy picit. Emel. Rúg. Emel. És lejövünk, és picike. Préses. Föld. Préseljetek, piciket pumpáljatok, csajok. Pici pumpa, fönt. Ugye, ha nincs labdád, akkor hajlít nyújt a láb. Piciket rányomunk. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és megtartod présbe, és picit. Föl, tolsz, picit. Tolsz föl présbe. Aha. Ez úgy nagyon jó, mikor úgy rányomják a lábad, és piciket tolsz. Az az igazság, hogy ennél a feladatnál nem nagyon lehet csalni, mert az edző rögtön észreveszi. Azaz. Nagyon szép, lányoknak nagyon szép formás popsiuk van. Nyilván nem csak ettől a gyakorlattól, hanem úgy komplexen, de érdemes beiktatni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jó. Na kérem, szerintem kellőképpen megdolgoztattuk. Jól esett? Begörcsölt nekik. Igen, sajnos itt hátul a combhajlító az hajlamos arra. Ha esetleg begörcsölt, akkor nyújtsátok meg. Jó? Ez egy nagyon jó nyújtás. Meg lehet vele próbálkozni otthon is. Természetesen mind a két oldalra. Amúgy is minden mozgás után nyújtsatok, és minden mozgás előtt melegítsetek be. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. A nyújtóblokkra még várunk benneteket vissza. Sziasztok!